Jó estét kívánok! A Magyar Tenisz Szövetség elnökségében választották Viszló Csabát, a Kiskút Teniszklub első emberét. Hát erről, meg hát jó néhány aktualitásról is van mit beszélni vendégünkkel. Viszló Csaba elnök úrral köszöntelek a stúdióban. Köszöntöm én is a nézőket, és örülök, hogy bejöhettem ide ezeknek a dolgoknak a kapcsán. Hát ugye van egy elég komoly beruházás, illetve egy kivitelezés a Kiskút Teniszklub házatáján. Erről is sok szót ejtünk majd a mai adásban, de kezdjük ezzel a bizonyos kinevezéssel, amihez elsősorban tisztelettel gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Egy rendkívüli közgyűlést tartott a Magyar Tenisz Szövetség, és hát ugye így, vagy hát ennek folyamányaként kerülhettél az elnökségbe, de hát azt nem lehet mondani, hogy béke van most a Magyar Tenisz Szövetségben, sőt, hát nem is tudom, harcbár lehet, hogy nem ez a megfelelő kifejezés. Neked hogyan, honnan jött a felkérés, az ötlet, mennyire volt ez saját indítatás, hogy jelöltesd magad? Hát nem volt saját indítatás, úgy kértek fel erre a dologra, de úgy gondolom, hogy ez részben csak az én személyemnek szólt, másrészt inkább Székesfehérvár városának, itt fellendülő tenisz életnek, amiben azért mi is jelentős szerepet vállalunk, de ott van a Bregyónak a férfi csapata, aki szuperliga győztes lett. És ami a legfontosabb, amire mondhatom azt, hogy talán már országon kívül is fölfigyeltek, ez a hetente 1500 gyerek teniszezni tanítása, ami úgy az egész országot megfogta, és ennek kapcsán lettünk egy kicsit talán ismertebbek. Ebbe úgy köszönetet is mondanék mindenkinek, aki részt vett, tehát úgy a város vezetése, a klik, az iskolák, az edzők, és mi, a klub, aki ezt végül is kezdeményezte és elindította. Tehát maga innen lettünk ismertek, és ezért jött a felkérés, hogy ahol ennyi, ilyen létszámban nincs talán az országban összesen se iskola tenisz. Ennek kapcsán, hogy akkor így kerüljünk bele ebbe. Hát a sportágnak alapvetően országos szinten az lenne az érdeke, hogy béke legyen a szövetségben. Momentán ez ugye nem mondható el, és éppen ezért ugye Vucsovics Márton és Babos Tim is távol maradt, vagy távol marad a válogatott teendőiktől. Azt te mennyire tartott fontosnak immáron az elnökség tagjaként, hogy ez minél előbb nyugvó pontra jusson ez a helyzet, és hát általában véve hogyan ítéled meg ezt a mostani helyzetet, ami kialakult? Hát én minden esetben a béke és a megbeszélés híve vagyok, természetesen ebben az esetben is. Én úgy gondolom, hogy a tenisz az ebből a válogatott szempontból egy kicsit olyan speciálisabb sport, mint az összes többi. Ebből adódóan ugye a Davis kupában és a Fed kupában van, ahol igazából válogatottként szerepel ezek a játékosok. Nagyon rossz, hogy a Marci nem vett részt ezen a Csehország elleni Davis kupa mérkőzésen, mert talán egy kicsit sikeresebbek lehettünk volna, és akkor hozzánk sorsoltak volna inkább ellenfelet, tehát a kiemeltek közé kerültünk volna, ha mi nyerünk, de hát így is játszhatunk a döntőbe jutásért. Ez a lehetőség megmaradt. Rendezni mindenféleképpen rendezni kellene, mert ezek az üzengetések úgy gondolom és úgy érzem meg, amennyit tájékoztatást eddig kaptam, ez nem segít ennek. Annak ellenére, hogy a tájékoztatások alapján az az érzésem, hogy egy kicsit nagyobb a lángja, mint maga a tűz, ami ebben a dologban van. Néhány apróság az, amit el kellene simítani ebbe a dologba, mert ugye ez mindenki megkapja a pénzit, mindenkinek meg vannak a lehetőségei. Kis félreértések vannak, amit rendezni kellene itt a sportágon belül ennek a néhány személynek. Úgy gondolom, hogy talán Babos Timi nincs is annyira bent ebbe, támogatja a Marcit, de nem él harcos ebbe a dologba, tehát ő neki azért olyan különösebben nincsen, tehát ő azt hiszem, talán a Fed kupa szereplés sem mondta le így konkrétan. Személyes ambícióidról mit mondanád el? Mik a személyes céljaid a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagjaként? Hát mindenféleképpen segíteni szeretnék rendezni ezt a konfliktust, azon kívül pedig az utánpótlás nevelésnek a még magasabb szintre fejlesztése, ami talán első lépés az, ami a szövetségbe is
az információk alapján, hogy most már a testnevelési egyetemmel dülőre jutottak abba, hogy újra megkezdődik a teniszedzők képzése, tehát maga az edzőképzés, a szakember képzés. Az a legfontosabb, és utána, hogy egy kicsit elhitessük az emberekkel, a gyerekekkel, hogy ez nem egy annyira elérhetetlen sport, amit itt Fehérváron úgy érzem, hogy sikerült. Tehát most családok jönnek ki hozzánk hétvégenként, kapnak ütőt, egyébként meg sportruházatba jönnek, és maga a pályabérlet az nem drágább, mint hogyha az uszodába elmennének. Igen, sokan talán ez talán nem is annyira indokolatlanul egyfajta sztereotípia tenisszel kapcsolatban, hogy ez egy drága sport. Hát ugye ezt régen ugye fehér sportnak hívták, és a rendszerváltás előtt azért nem mindenkinek adatott meg a lehetőség egyáltalán. Egyrészt inkább talán a pályák számának a mennyiségéből adódott ez, hogy nem olyan túl sok pálya volt, és azt is inkább vezetői szinten úgy érezték, hogy azt úgy tulajdonolni kell, és nem mehet rá senki más, vagy mindenki, és ebből adódott talán itt nálunk ez, hogy persze, hát amikor már itt valaki profi szinten űzi ezt, akkor nagyon drága itt utazgatni, meg minden, és ha nincs eredménye, akkor nem térül vissza ez, és már befektetni meg ebbe nem szoktak így azért, tehát szponzor csak azoknak van igazából, akik már a top 100-as körül vannak. És hát úgy jön, nem, de így amatőr szinten, hogy valaki csak teniszezget, ez szerintem nem egy drága sport, tehát elérhető. Te mikor és hogyan köteleződtél el a tenisz mellett? Hát egy 10-12 éve Takács Tibor barátom csábított el, hogy teniszezzek, mert ezt 80 évesen is lehet űzni ezt a játékot. És igazából így kezdődött. Uh-huh. Aztán hogyan folytatódott? Hát összebarátkoztam ott több nálam lényegesen jobban teniszezni tudó emberre. Ők mondták itt a lehetőségeket, és valahogy ez a kiskuti teniszpálya megfogott, ami az előző tulajdonos még a Koncz úr által így elhanyagoltá vált, és szinte mondhatjuk azt, hogy bezárt. És akkor ott született meg az ötlet, hogy építsünk egy csarnokot, és erre ez itt egy kiváló hely, ami indítatása az volt, hogy a télen a sátorban mindig azért különböző komplikációk voltak a fűtéssel, a széllel, ha jó meleg volt, akkor is azért eléggé a sátor húzatja, vagy hogyha nem rád fújta a meleget, akkor már az a légmozgás miatt fáztál, és gondoltam, hogy egy ilyen stabil építményt, amit télen-nyáron lehet használni. Konkrétan mi az, ami megfogott a teniszben? És mondjuk személy szerint te miben voltál vagy jó a pályán? Hát talán stratégiában. Tehát a teniszre azt mondják, hogy fej, láb, kéz. Tehát ez a fontossági sorrend. Tehát mindenki azt hiszi, hogy itt a kezével kéne ügyesnek lenni, de az csak a harmadrangú. Tehát itt fejbe kell jónak lenni. Igazából én úgy érzem mindig, hogy a tenisz játék közben egy kis hadvezér vagyok, aki csatázik a szembelevővel, és próbálja odaütni a golyót, ahol ő nem éri el, és kitalálni, hogy ő hova fogja ütni, és úgy helyezkedni. Akinek ez jól megy, az viszonylag kevesebb mozgással is jobban meg tudja játszani ezeket a labdákat. És a nagy hadvezérek közül, a nemzetközi vonalból, ki az, aki a kedvenced? Mert ugye hát én Nadalt szeretem. Nadal. Miért? Hát a kitartása miatt. Tehát úgy gondolom, hogy az úgy az átlagembernek jobban cél lett, mert én úgy gondolom, hogy ő nem egy Federer, vagy Djokovic szintű született, akkora született tehetség, mert hatalmas tehetség ő is, de ő azért a kitartásával, meg a sok monoton gyakorlásával jutott oda, ahova eljutott. Hát nyilván azért egy sikeres vállalkozónak is szüksége van kitartásra. Lehet, hogy valamiféle párhuzamot vélsz felfedezni a saját erényeid és Nadal erényei között? Hát igen, elképzelhető, tehát biztos, hogy valamibe belekezdek, nem könnyen adom föl, én se. Azért sok ponton kötődsz a fehérvári sporthoz. Ezt miért tartottad fontosnak?
ugye eleve az autóversenyzés, aztán ugye a női kézilabda, most ugye a Fehérvár AV 19 felügyelőbizottsága, illetőleg a Kiskút teniszklub. Hát ez nem egy könnyű kérdés, de kicsit messzebbő kell hozzá elindulni. Tehát ha a rendszerváltás előtt nézzük, akkor az iskolák, a sportegyesület úgy működtek, hogy a nagy állami cégek patronálták őket. Tehát mi Csákváron például ugye a futballcsapatot az Állami Gazdaság autóbusza vitte. A futballt nem is mondtam, bocsánat, Csákvár. Igen. Szóval, igen. Tehát ő azok vitték. Na most úgy gondolom, hogy amikor a rendszerváltás után ezek az állami vállalatok privatizálva lettek, vagy magánkézbe kerültek, ezt a feladatot ugyanúgy nem lehet lepasszolni. Tehát bizonyos kötődésnek kell lenni az adott területhez, a sporthoz, az iskolákhoz, a gyerekekhez, tehát valahogy kell ezeket segíteni. Most, mint buszos vállalkozó, elég sűrűn találkozok a megkereséssel, mert hát utazni mindenkinek kell. És így adódott ez a kapcsolat. És hát ez folytatódott, sőt, hát a mai napig is ugye gyakorlatilag fennáll. Ugye többször szó esett már részben erről a bizonyos beruházásról, ami most a Kiskút teniszklubnál folyamatban van. Ugye ez nagyjából 600 millió forintos beruházás. Igen. És hát azért, aki ennyit áldoz saját zsebből a teniszre, a fehérvári teniszre, a magyar teniszre, ez azért megsüvegelendő. Hát, köszönöm szépen ezt a megtisztelő címet, de én bízok benne, hogy azért ez hosszú távon egy nyereséges vállalkozás lesz. Tehát ezt én egy befektetésnek gondolom, ahol úgy gondolom, hogy próbálunk egy olyan minőségű létesítményt hozni, ahova nagy versenyeket hoznak, és megtérül ez a beruházás. Pontosan mi épül, mik épülnek most a Kiskút útján? Hát épül egy 4200 négyzetméteres fedett hőszigetelt panelokból egy csarnok, amin belül lesz egy kiszolgáló épület, ami az ott levőknek a kényelmét szolgálhatja. Tehát egy háromszintes épület lesz ott, ami ilyen 1200 négyzetméter még ezen belül. Az alsó szinten lesznek az öltözők, konditerem, szauna, masszörhelység, orvosi szoba. Zumbázni lehet, vagy amit éppen ugye a hölgyeknek is legyen valami lehetőségük a mozgásra. Az első szint egy étterem, oda gondoltuk, hogy valamilyen fodrász, körmös, sportbolt helységek, hogyha már a szülő elhozza a gyereket, akkor esetleg ki tudja használni ezt az időt, és lesz ott egy étterem, ahol, amit úgy gondolok, hogy ott az elkerülő mellett még az embereknek is azon a részen ilyen, kicsit úgy érzem, hogy van lehetőség arra, hogy ilyen menüztetés vagy ilyen gyors étkezésre, és az ott lévő a versenyeken meg egyébként is szükség lenne mindenféleképpen, hogy ezeket a feladatokat ellássa, és akkor ezt próbáljuk kihasználni. Így. És fönn pedig lesz néhány szoba, hogy a tenisz szövetségben már tavaly kijelöltek bennünket régió központnak, ami azt jelenti, hogy itt ennek a régiónak az utánpótlás edzései itt lennének nálunk a mi teniszpályáinkon, és hogy ott akkor meg tudjanak szállni a gyerekek, tehát hogy ilyen edzőtábor szerűen tudjon ez működni. Tehát gyakorlatilag egy komplex teniszcentrum épül, és hamarosan elkészül a Kiskút útján. Ez azt gondolom, hogy talán nagy versenyeket is, nagy meccseket is vonz majd ide Székesfehérvárra. Ebben mennyire gondolkozol, és egyáltalán erre mennyire lesznek alkalmasak ezek a pályák, ne adj Isten mondjuk egy Davis kupa meccsre? Hát úgy építettük, hogy megfeleljen a nemzetközi előírásoknak, tehát méretében úgy szélesség, hosszúság, magasság, lesz egy lelátó, tehát lesz a centerpálya mellett egy stabil lelátó, ami ilyen 200 néző befogadására alkalmas, amivel már hát a világcsoportban nem, de egyébként Davis kupa meccset lehet, és maga a létesítmény alkalmas arra, hogy mobil lelátókkal úgy körbe rakjuk, hogy megfeleljen ezeknek a körülményeknek, természetesen akkor csak egy pálya van. De
ATP versenyt is tudnánk ilyen 80 vagy 120 ezer dollárosat rendezni, vagy 100 ezer dollárosat rendezni, mert annak is megfelel. Tehát az, hogy legyen egy center pálya, mellette még három fedett pályának kell lenni. És ami a másik, hogy ugye nem beszéltünk az időjárásról, mint a tenisz egyik. Legalábbis a nyári szezonban az ellensége, hogy hát több versenyt most már többször telefonáltak, hogy nem vagyunk még kész, mert nem tudnak játszani. És például már tavaly hívtak a szövetségből, mikor itt volt ez a ifjúsági világbajnokság, és ugye ez a hatalmas esőzés volt, és nem tudtak rajta játszani, mert hát hogy nem volt alkalmas pálya. És hát ugye a nagy versenyeken befedik, itt meg akkor bemegy a fedett helyre. Ez is mutatja talán azt, hogy országosan mennyire egyedülálló lesz ez a komplexum. Mondjuk Európában mennyire lesz egyedülálló? Hát nagy csarnokok azért Európában vannak, de úgy, hogy egy ilyen kis klubban ilyen létesítmény van, itt Közép-Európában azt nem tudok róla, hogy így, ahol öt fedett pálya van egybe, erről nem tudok. Ennek ellenére lehet, hogy van, de... Azért évről évre nagy meccseknek, nagy tornáknak, mint például a Kiskut Ladies Open, ugye otthont ad a teniszklub, de hát ettől függetlenül, ahogy te mondtad, vagy ezzel együtt, azért még nagyon sokan látogatják ezeket a bizonyos salakos pályákat, például gyerekek. Hogyan néznek ki nálatok a mindennapok, különös tekintettel ugye a gyerek az ifjúsági sportra, ifi teniszre, diák teniszre? Hát reggel 3:45-kor kezd a pálya, 6 órára már jönnek a bérlők, akik teniszeznek, ki edzővel, ki a saját társaságával, párost vagy egyénit játszani, és az iskolák azok 9 órától jönnek, amikor ugye egyébként az emberek már dolgozni mennek, és nem tudnak teniszezni, akkor 9-től délután 2-3-ig vannak az iskolákból, most jelen pillanatban. Hát azt hiszem talán 13 iskolából hozzuk oda busszal a gyerekeket. Az azt jelenti, hogy ilyen nagyjából 15 fős csoportokba folyik egy-egy edzővel, egy fél pályán az edzés, ahol harmadik, negyedik osztályos gyerekekről beszélünk. A maga úgy kezdődik, hogy ugye megismertetik egy kicsit az edzők a játékkal, hogy mégis mi ez a játék, de itt nem rögtön arról kezdődik, hogy ütik a labdát, hanem egyszerűen a teniszütővel egy gumilabdát terelgetnek a földön. Uh-huh. És nagyon jó érzés látni, hogy először nem azt, hogy ez nem megy, hanem hogy egy hét múlva, két hét múlva mennyire megügyesedtek. És volt szülő, aki például 2 hónap után odajött, hogy a gyerekét semmit, tehát harmadik, negyedik osztályra nem tudták megtanítani írni, mert fordítva írt, és mióta teniszezik, helyreállt neki. Tehát a mozgás koordinációs fejlesztése óriási ennek a játéknak egyébként, és az benne a szerencse, hogy itt ugye pillanatokként éri az embereket a sikerélmény. Tehát ha eltaláltam a labdát, olyan helyre ütöttem, ahonnan a másik nem tudja visszaadni, ez mind egy sikerélmény, tehát nem megy el a kedve tőle. Még a kevésbé ügyesnek vagy rátermetnek is, mert hopp, megpróbálom újra próbálhatom, ami adott esetben más sportágoknál több évi gyakorlás és edzés után jön csak meg ez a sikerélmény. Mennyire keresitek a jövő, nem tudom, Babos Timiét, vagy Marosi Timiét? Hát keressük, de ez egy építkezés. Én úgy gondolom, hogy először tömegesíteni kell, és amikor megvan a nagy létszám, abból lehet kiválasztani az ilyen nagy tehetségeket. De természetesen, hogyha vannak, akkor azra az edzők rögtön odafigyelnek, és akkor ők elbeszélgetnek a szülőkkel, fölvázolják, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy hogy kéne megpróbálni kihasználni ebbe ezt a tehetséget, ami benne van a gyerekükbe. És hát mondhatom, hogy ugye ezek a gyerekek nagyon nagy számba jönnek vissza délutánonként edzésekre, és nagy számba hozzák a szülőket hétvégenként, ahol meg akarják mutatni, hogy ők mit tanultak hétközben. Mekkora az edzői stáb, milyenek a személyfeltételek a Kiskutnál? Hát 8 fix edzőnk van, akik dolgoznak a klubnál.
Hát most ez úgy pont el tudja látni a feladatot, de szükség lenne edzőkre. Elindítottunk már ilyen képzést is, amiben főleg inkább pedagógusoknak ezt a alapképzést, amit itt az iskola teniszbe is indul, erről kaptak egy tájékoztatást, és egy ilyen 4 napos kis képzés keretében megismerkedték, hogy tudjanak segíteni esetleg ezeknek az edzőknek, hogyha szükség van rá. Beszéljünk a verseny teniszről. Ugye tavaly a Kiskút nyerte a női szuperligát, idén ugye az ezüstérem jutott. Ezt mennyire, egyébként ez is nagyon szépen csillog ez az ezüst, főleg, hogy tavaly sikerült legyőzni az MTK-t, de miatt van-e benned személyesen valamiféle csalódottság, vagy úgy egyáltalán a játékosaitakban? Hát úgy érzem, hogy nekünk a tavalyi az egy óriási siker volt, hatalmas meglepetés. Az idei évben, ha egy kicsit gyorsabban megy az érettségi az Udvardi Pannának, akkor az idén is meg tudtuk volna nyerni. Tehát ez azon múlott, hogy ő aznap érettségizett, és nem ért ide a szóbelire a mérkőzésre, és az MTK nem várta meg, ami persze teljesen a szabályoknak megfelelő, és nem vártak rá egy órát, így ugye mindenki egy rangsorral följebb lévő játékossal kellett játszani, és így kikaptunk 4-3-ra. Ha ez megvan, akkor mi nyerünk 4-3-ra, tehát hogyha a Panna ide érkezik. Hát jövőre újra neki futunk és megpróbáljuk. A diplomavédés az még arrébb lesz addig. Igen. Addig most nem kell ezzel a kockázati igen tényezővel számolni. Ugye most is volt egy légiós, ugye a csapatban igen nálatok, meg tavaly is, talán tavaly a Buzárdeszkó volt, és a Kucová volt idén igen nálatok. Ők alkalmilag csatlakoznak a csapathoz, vagy egyébként is átigazolnak? Ez hogy működik ilyenkor? Alkalmilag, tehát ők mind vendégjátékos szerepelhetnek. A magyar bajnoki kiírás ez így szól, hogy egy vendégjátékos szerepelhet a csapatba. És ugye mivel a tenisz itt is előjön, hogy mindenki utazik, mindenhol versenyeken van, tehát például magát a magyar bajnokságot is nagyon nehéz olyan időpontba összehozni, hogy lehetőleg sok hazai versenyző részt vegyen, mert így se tud mindig részt venni, mert éppen a ranglista pontokért küzd, vagy amit meg kell védeni neki, és ebből adódik az, hogy kicsit foghíjas ez a dolog. A Kiskút Ladies Open idén hogy sikerül? Hát, az időjárás ugye első 3 napban, amikor itt Fehérvár különösen kiemelt szerepet kapott az esőzésbe, és azt hiszem 100 mm eső esett 2 nap alatt, hát ez egy kicsit hátráltatta, így nem szombaton lett vége, hanem vasárnap, de egyébként sikeres volt. Hát sajnos nem mi magyarok nyertük meg, hanem egy idősebb román hölgy, hát még idősebb idézőjelben a sportban, 37 éves, és ő nyerte. De sikeres volt, úgy érezzük. A fiatal játékosok, vagy inkább azt mondom, hogy azok, akik most itt a diák teniszben vesznek részt, számukra mennyire tudtok, vagy mennyire lehet versenyzési lehetőséget biztosítani? Ez mennyire kiépült ma Magyarországon? Egyáltalán mennyire van erre igény, vagy mennyire fontos a versenyeztetés fiatalkorban? Hát mindig kell jövőképet biztosítani a sportolónak, tehát hogy mindig lásson valamit, ahova ő fejlődhet tovább, ennek a lehetőségét biztosítani kell. Hát rendezünk versenyeket, elég nagy számba a szövetség mindig minden szezonra, tehát ugye vannak a szabadtéri és a tornata, vagy hát a sátras versenyek. Erre minden évben pályázunk, megvan, hogy mennyit lehet, mindig a maximumra megyünk, sőt az Alba Bianca Sport Egyesülettel közösen is rendezünk. Hát mondhatni azt, hogy szinte 2 hetente van utánpótlás verseny nálunk, ami azért nem egy olyan rossz arány, úgyhogy nem kell utazni, úgyhogy van lehetőség. Most még az idei évben még nem, de az új naptári évben már próbálunk házi versenyeket is rendezni, mert most már van olyan létszám az iskola teniszben, akiknek ezt lehet tenni, de egyébként az iskola teniszben is az év végén, tehát a májusi órákon már vannak ilyen versenyek, ahol tudnak egymás közt föl tudják mérni a fejlődést.
Hát amennyire én tudom, ugye volt egy úgynevezett kindersport kupa is itt nálatok. Ezt az olaszok szponzorálják, és a Magyar Szövetséggel kötöttek egy szerződést, és tavaly megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy itt rendezték, és elég jól sikerült, mert az idén is mi voltunk az egyetlen vidéki helyszín, ahol rendeztek ilyen fordulót ebbe. Visszatérve a klub életre, meg hát erre a beruházásra, nyilván te is nagyon várod, hogy kulcsra kész legyen a komplexum. Hát ez mikorra fog elkövetkezni? Hát október végét tűztük ki célnak. Hát ez mindjárt itt lesz. Két nagy segítségemmel, Kisferivel, meg a Felvidékről, Lengyel Tibor, akik főleg a tervezésbe, meg a kivitelezésbe segítenek, hogy október végére tető alá tegyük, és akkor a tél folyamán a benti munkákkal kulcskészre tudjuk tenni a tavaszra, de ha tető alatt lesz, akkor már teniszezni lehet benne. Tehát az öltözők az alsó szinten azok teljesen kész vannak, tehát az ott tud működni. A salak két pályán már rajt van, ott már le vannak ásva az oszlopok, a hálótartó oszlopok, tehát ott szinte mondhatjuk azt, hogy holnap, ha meszelővel fölhúzzuk a vonalakat, lehetne játszani. És ott már a lámpák is fönn vannak. Tehát a csarnoknak több mint 50%-a le van fedve már, az oldalfalak fölrakása, ugye, mert itt a földbe le van sűjjesztve, azok csak ilyen két méteresek, tehát azt mondhatjuk azt, hogy néhány nap kérdése. Bizakodóak vagyunk. Mi az álmod? Hát, egy Nadal Federer meccs. Hát nagyot kell álmodni. Nagyot. Szokták volt mondani. Hát az, a bátorság megvan hozzá. Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Természetesen beszámolunk majd továbbra is arról, hogy mi történik a Kiskút útján, és hát mi is izgalommal várjuk, hogy elkészüljön ez a nagy teniszkomplexum. További sok sikert, köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézők, ez volt a Bajnokok Városamára. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!